Javában tart a böjti időszak, és hát erről beszélgetünk majd Szabó Tamás atyával, mert hogy nagyon sokan nem tudják, hogy most akkor a böjti időszakban mit lehet enni, mit nem lehet enni, egyáltalán ahány vallás, annyiféle szabály tulajdonképpen. Ugye van, ahol lehet pénteken, vagy pénteken nem lehet csak ugye húst fogyasztani, van, ahol más napokon sem. Azt hiszem a reformátusoknál meg úgy van, hogy az utolsó héten, a nagy héten nem lehet, illetve nagy pénteken egészen pontosan húst enni. Szóval mik a legfontosabb szabályok, amiket be kell tartani annak, aki mondjuk szeretne valóban böjtölni? Hát én is üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, ez egy jó téma a böjt, és egy kicsit olyan érzésem, hogy divatos is lett egyre inkább, hiszen egyre egyértelműbbé válik az, hogy az ember felelős azért, hogy mit eszik, és hogy eszik, és mennyit eszik. És ugye a vallásokban már az első pillanatoktól kezdve mindig megjelent a vallásos cselekedetek között az eszek, vagy nem eszek, és mennyit eszek, és mit eszek kérdés. Akár csak a zsidó hagyományokat is, ugye aki az Ószövetséget olvassa, vagy ismeri. De a muszlim hagyományokban legalább annyira fontos a böjtnek a kérdése, és hát kereszténységben is. Én igazából nem azon tartom igazán fontosnak, hogy mi is a szabály, hogy mikor lehet és mikor nem lehet. Hiszen az üres szabályokon nem sokat kezdünk. Addig, amíg annak a tartalmát meg nem értjük. Hiszen ha látjuk már mögötte a tartalmat, akkor valószínűleg sokkal egyértelműbbé válik, hogy miről szól és miről nem ez az egész. Azon túl, hogy ennek van egy nagyon logikus egészségvédő háttere is, azt mindannyian tudjuk, hogy egy pár hetes, pár napos böjt mindannyiunk számára az egészségünk szempontjából is lényeges. Valahogy ezt az őseink olyan természetes módon élték meg, persze nem is nagyon tudtak mást, hiszen már ilyenkor tavasz elején ki volt az, akinek volt hús egyáltalán, vagy húshoz jutási lehetősége, hiszen még nem voltak azok a korszerű feldolgozó rendszerek, vagy akár a tárolási rendszerek, amikről manapság beszélünk. De sokkal inkább én azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy miért tesszük ezt az egészet. Mi az üzenet a böjtnek? Mi az üzenet a böjtnek, így van. Sok-sok megközelítés van. Én azt hiszem, hogy az embernek az egyik legjobb megközelítési módja az, amikor egységbe akar kerülni önmagával, és egy kicsit önmagát szeretné helyre rakni. És ugye, bár általában, amikor önmagunkat helyre rakjuk, akkor kapcsolatainkra gondolunk, arra, hogy milyen a kapcsolatom, mi keresztények, a Jóistennel, barátainkkal, családtagjainkkal, embertársainkkal, és azt is látjuk, hogy igazából mindig rajtunk keresztül indul ez az egész, hogy én hogy érzem magam a bőrömben, hogyan találom magamat jól, egységesnek, és mennyire érzem azt, hogy képes vagyok kilépni önmagamból. És igazából a böjt egy kicsit a testnek a megregulázásán túl, sokkal inkább a saját magunk határainak a felismerése, a komfortzónánkból való kilépés, ami azért válik fontossá, mert a komfortzónából való kilépésnél kezdődik igazából a másiknak a szeretete. Amikor valakit azért kezdek el szeretni, vagy valakit úgy is szeretek, mert képes vagyok megtenni olyan dolgokat, amit különben nem tennék meg. Hiszen egy szülő is képes éjszaka fölkelni, ha a gyereke hívja, hiszen a házasságunkban is sokszor megérjük, hogy olyan dolgokat teszünk meg a házastársunknak, amit különben nem tennénk meg. Valójában ez a szeretet. És amikor böjtölünk, erre készítjük, trenírozzuk egy kicsit magunkat, hogy a saját magunk határait is észrevegyük. Észrevegyük azt, hogy hol vannak azok a pontok, ami még a komfortzónámon belül van, vagy azon kívül van, és hogyan tudok ebből kilépni. Hiszen a szeretet kifejezése a böjt. Igazából véve a testnek egyfajta megnyilvánulási formája. Keresztény többletben természetesen az imádságnak is a forrásává válik. Imádkozunk a test böjtölés által, hogy így fejezzem ki magamat. Tehát semmi másról nem beszélünk, csak arról, hogy az ember az egy egységes test, lélek, szellem egységeként tapasztal, vagy kellene, hogy megéljük a mindennapjainkat, és amikor egy kicsit a testet háttérbe szorítjuk, hogy a lélek előtérbe kerüljön, a kettőnek a harmóniája, a kettőnek az egysége előtérbe kerülve, sokkal inkább jól érezzük magunkat a bőrünkben. Nehezebb vagy könnyebb ma böjtölni? Egyrészt ugye rohanó világban élünk, tehát az ember nagyon sokszor azt tapasztalja, hogy gyorsan bekapok valamit, bemegy egy gyors étterembe, vagy bárhova. Másrészt viszont rengeteg olyan dolog van, amivel lehet mondjuk akár a húst helyettesíteni, és nem feltétlenül kell akkor mindig húst tenni, vagy azokat a dolgokat. Most van az egyik kollégám, aki ezt például rendszeresen tartja. Többiek mondják is neki, hogy te most műhívő vagy, mert hogy egyébként ebben az időszakban tartod ezeket a szokásokat, de ő betartja, azt mondja, hogy most halat eszik, vagy egyébként vigyáz erre. Tehát könnyebb vagy nehezebb most erre figyelni? Szerintem sokkal nehezebb. Hiszen a böjtnek olyan új formáit kellene megtanulnunk, ami korábban fel sem merült. Amikor az egyházi szabályzatok, a külső törvények leírásra kerültek, akkor még javában nem voltak olyan plusz kihívások, amikről manapság beszélünk.
a fiatalok között mozgunk, és megkérdezik, hogy bőjt, hogy akkor hús vagy nem hús, vagy egy vegetáriánus eszik-e húst, vagy nem, akkor egyre inkább azt kell kimondanunk, hogy ez nem erről szól. Ez nem hús vagy nem hús kérdése, hanem sokkal inkább az, hogy valamiről képes vagyok lemondani, vagy sem. És ettől persze kezdve a modern világban ezzel is egy dolog lehet, amiről lemondok, amivel még inkább önmagamat próbálom még jobbá tenni. És itt lehet egy káros szenvedély, lehet egy annyira nem káros, de szenvedélyes dolog az életünkben. Egy telefonról, egy internetezésről való lemondás. Igen, csak annyira mohók vagyunk ma, meg azt szajkózza mindenhol a sajtó is minden, hogy élj a mának. Tehát éld át a ma az élvezeteket, meg ki tudja, holnap lesz. Így jutottunk el a bőjnek az igaz üzenetéhez. Miközben ugye eljutottunk egy élménytársadalomban, ahol azt mondjuk, hogy élj a mának, használd ki, örülj, élvezd, megérdemled, ugye ismerjük mindannyian a reklámok szlogenjét, akkor meglepő módon olvassuk azokat a kutatásokat, hogy Magyarországon 10-ből 6 ember boldogtalannak tartja magát. 10-ből 6 ember nem érzi ezt a boldogságot az ő életében. Miért? Mert a boldogságnak különböző szintjei és formái vannak. Ugye a hedonizmuson alapuló boldogság, az eszek, iszok, jól érzem magam, is fontos. Hozzátartozik az életünknek. De amikor ezen túl tudunk lépni, és azt mondjuk, hogy nem ezek a legfontosabb események, nem ezek a legfontosabbak, hanem sokkal inkább mondjuk például egy társas kapcsolatból fakadó boldogság, a valakiért való lemondás, a jótékonykodás, az odafigyelés, a másik iránti szeretet megnyilvánulása, az egy másik szintje lesz a boldogságnak, és mi tudjuk, hogy harmadik szinten pedig van ez az úgynevezett vallásos ember boldogsága, meg az Istennel való kapcsolata. Tehát pont erről beszélünk, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy jó ez a világ, és bármennyire is tényleg ott van minden élmény lehetőségünk az életünkben, mégsem tudjuk ezt megtapasztalni. De ha képes vagyok néhány hétig lemondani a talán természetesről, annál inkább rájövök annak az ajándék jellegére. Sok esetben, amikor már nagyon eltellik vagy megcsömörlik az ember, akkor alapvetően is tud 2-3 napig éhezni, hogy újra érezze annak az örömét és annak a teljességét. Bármit szeretünk, ha egy darabig nem tesszük, akkor utána még jobban fog hiányozni. Tehát van egy ilyen jellegű üzenete is. Tehát kicsit kilépni önmagamból, odafordulni a másik felé, észrevenni a társaimat, a kapcsolataimat, ugye nem véletlen, hogy pont ezekben a hetekben a katolikus egyházban a tartós élelmiszergyűjtés, ami arról szól, hogy ne csak ne egyél, hanem azt használd föl, legyen valami jó, legyen valami pozitív, valami ajándék belőle. Adod azoknak, akiknek ez lehet, hogy még inkább fontos és életbe vágó. Hát nem csak egymáshoz fordulhatunk, hanem gyakorlatilag ennél jobb alkalom szerintem arra, hogy mondjuk valaki, aki nem hívő Istent keresse, nem is nagyon található, mint így húsvét előtt. Pontosan, hiszen természetesen, hogy a húsvét ünnepkörben van ez az egész nagybőti időszakunk. Nem vetlen, hiszen a keresztény világ húsvétkor, Krisztus föltámadásában azt az emberi meghívást ünnepli, ami szerint az ember több, mint test, több, mint egy biológiai csoda, több, mint az a 60-70 évre előállított rendszer, hanem azt mondjuk, hogy a föltámadt és az örök életre meghívott ember, ahol a test, lélek, szellem egysége megnyilvánul. Ugye Krisztusban a test föltámadását ünnepeljük. Azt a töbletet, hogy mi emberek nem csak evolúciós csúcstermékek vagyunk, hanem valami egészen más, egészen töblettel rendelkezünk. De minél inkább a biológiánkra figyelünk oda, annál kevésbé jut idő, energia, odafigyelés a lélekre, a kapcsolatainkra és sok-sok minden másra. Tehát ennek a harmóniáját próbáljuk keresni ezekben a hónapokban. Sokszor azáltal, hogy megtagadok magamtól dolgokat, hogy még inkább próbálom magamat korlátok közé szorítani, hogy még inkább keresem magamban azt a töbletet, amit talán most nem étellel, nem itallal, nem élményekkel, hanem valami egészen mással, az Istennel, az embertársaimmal próbálom betölteni. Tamás, tökéletes volt, azt gondolom végszónak. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, mert hogy valóban ennél jobb alkalmat találni nem lehet, és hát tényleg próbáljunk meg összhangba kerülni saját magunkkal, társainkkal, illetve hát Istennel is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.